Sziasztok! Tomán Szabina vagyok, a Tomán Lifestyle Kft. Tulajdonosa, befektető. Ebben a 20 percben arról fogok beszélni, hogy az én vállalkozásomat a digitalizáció mennyire változtatta meg az értékesítési csatornát, illetve az egész üzleti modellemet. 2015-ben, amikor alapítottam a cégemet, akkor egy olyan életmódváltó programot alakítottam ki, amivel nem csak fogyni segítjük a vendégeket, hanem a kérdéseikre választ is adunk. Ez úgy nézett ki, hogy egy prémium kategóriás termék mellé, magas fehérjetartalmú élelmiszer mellé olyan személyes konzultációval egybekötött edukációt adtunk a vendégeknek, amihez egy klasszikus franchise hálózatot alakítottunk ki, majd ezt pedig kézenfogva elvileg 3 hónapig végig kísértük a vendégeknek az életmódváltásukat. Ez gyakorlatban úgy nézett ki, hogy egy személyes időpontot kellett foglalni. Az ország bármely szalonjában lehetett ez, akkor 28 szalonnal működött a Tomán Lifestyle Kft., és kb. 50 okleveles konzulenssel kísértük végig országszerte a vendégeket. Ez egy méréssel, illetve egy egészségügyi állapot felméréssel volt még egybekötve, és utána pedig a termékeladás. Aki nem jelentkezett, vagy nem volt jelen ezen a mérésen és ezen a konzultáción, sajnos nem vehette igénybe az életmódváltó programunkat. Ez volt 2015-ben, azóta is nagyon jól működik a személyes konzultáció egybekötött termékeladásunk és életmódváltás, hisz személyes tapasztalatok alapján építettem fel a céget. Én az első kislányom születése után 30 kilót hisztem, és ez sajnos az első 1-2 évben meg is maradt, így olyan tanulási folyamatot vett az én életem, ami az előző karrierem, a modellkarrieremből nagyon sok olyan szeletet próbáltam kivenni és beilleszteni a Tomán Diet életmódváltó programban, ami segíti a fogyást, segíti azt, hogy rendszeresen és egészségesen étkezzünk. Sajnos a modellkarrierem alatt erre nem volt lehetőségem, hogy nagyon tudatosan éljem ezt meg. Majd a cégem alapítása alatt, után pedig folyamatosan olyan szakemberek segítséget vettem igénybe, mint be orvosok, dietetikusok és olyan szaktanácsadók, akik ebben segítenek. Amikor megalapítottam a cégem, alappillére volt az, hogy igenis, aki Tomán Diet terméket vesz igénybe, annak mindenféleképpen egy személyes konzultációval, egy bekötött termékeladással kell elindítania az életmódváltó programját. Ahogy Magyarországon kialakítottuk a piacot, ezzel a 28 szalonnal tökéletesen működött, lefettük a nagyobb városokat, utána pedig az export piacra léptünk ki. Itt is ugyanezt a modellt vettük elő, edukáltuk a kollégáinkat, szakembereket csatoltunk a brand mellé, és elkezdtük a személyre szabott értékesítést. Jött egy Covid, ami egy kicsit megkaparta ennek a tökéletesen működő franchise hálózatban kialakított értékesítési csatornáját. Itt sajnos szinte megszakadt a kapcsolatunk, a személyes kapcsolatunk a vendégeinkkel. Tudtuk, hogy valamit formálni kell. Valamilyen olyan lépést kell megtennünk, amit bevallom őszintén, hogy 2015-ben 100%-osan elleneztem volna, de hát a világ nem erre ment. A világ arra ment, hogy digitalizáció. A Tomán életében a digitalizáció első körben egy 21 napos csomaggal indult, amihez online konzultációt is igénybe vehettek a vendégeink, illetve nekem a 28 szalon tulajdonosai, illetve konzulensei helyben ott, akár telefonon, e-mailen, bármilyen online felületen elérhetők voltak. Ugyanúgy edukálták a vendégeinket, ugyanúgy segítették az életmódváltó útjukban. Ott volt egy kis repedés, és egy olyan csomagot állítottunk össze, amit online térben bárki megvásárolhatott magának, nagyon egyszerű leírással, de fontos, hogy felhívtuk a figyelmet, hogy hol is található a legközelebbi konzulens Tomán szalon, ahol kérdezhet. A Covid után
visszaálltunk ebben a rendszerben, és nagyon jól működött. Visszatértek a vendégeink a konzultációra, és azt a visszajelzést kaptuk, hogy végre valakivel el tudja úgy indítani az életmódváltó programot, ahogy tényleg olyan tudást kap és olyan információt, amivel jól működhet. Majd a tavalyi évünk rámutatott arra, hogy a konkurens cégek nem álltak vissza erre a működésre, sőt, egyre több webshopon értékesített termék jelent meg a piacon. Olyan konkurencia növekedés lett az online térben, hogy ehhez nekünk is, ehhez hozzá kellett szólni, reagálnunk, illetve változtatni kellett. Bevallom őszintén, hogy ez egy olyan döntés volt, ami számomra fájó pont, hisz tényleg az első években az volt a nagyon fontos szerepe a Tom & Diet cégnek, hogy tudja és elmondja és végigkísérje a vendéget, hogy legyen értelme annak az életmódváltásnak, amit mi képviselünk, hogy ne egy ad-hoc diétával azonosítsanak. Olyan stabil brandet építettem az elmúlt 7 évben, amitől én azt gondoltam sokáig, hogy az online tér, a digitalizáció elvesz ebből a minőségből. Láttam a konkurenciát, láttam, hogy ők kommunikálnak, egyszerűen nem tudtam ezt a magas prémium kategóriát, terméket, minőségi terméket úgy kommunikálni, hogy ne legyen mellette egy olyan szakember, akivel mondjuk én is szívesen igénybe venném ezt az életmódváltó programot. Summa summarum, a piac, a konkurenc cégek, a világ, hisz Covid óta mindenki online térben keresi a helyét, és egy olyan működést próbál felállítani, amivel egy win-win helyzetet hoz létre, és így az elmúlt egy évben már nagyon sokszor jött az a probléma, hogy is tudjuk a Tomán vendégeinket ugyanebben a minőségben kiszolgálni, ugyanezzel az edukációval ellátni, de az online térbe helyezni. Ez egy hibrid megoldás lett a végeredmény, ez azt jelenti, hogy január 1-től online térben elérhető az összes Tom & Diet termék, ami eddig nem volt elérhető. Úgy lehet ezt elképzelni, hogy a portfóliónk mondjuk 10%-a volt elérhető. Webshopon ezek az étrendkiegészítők, vitaminok, snackek, egészséges snackek, és a poralapú élelmiszereim, amit csak és kizárólag Tom & Diet szalomban lehetett megvásárolni, most már azt is el lehet érni webshopon január 1-től. Ez a hibrid megoldás, bevallom őszintén, hogy hatalmas lépés, hisz 28 franchise partnerem van jelenleg, akinek azt biztosítottam, hogy az ő területén ez egy kizárólagos 40 kilométeres terület, kizárólag csak ők értékesíthetnek poralapú készítményt, illetve a szakaszos diéta, ugyanis a mi termékünk és életmódváltó programunk nem egy alkalom, nem egy személyes alkalomon múlik, hanem folyamatosan 2-3 hetente találkozunk a vendégeinkkel, felmérjük, a kérdéseikre választ adunk, a problémáikra pedig megoldást. Nagyon sokat dolgozunk jelenleg is azon, hogy ezt hogy tudjuk a hibrid működésbe beleilleszteni. Jelenleg mondhatom azt, hogy a franchise partnerek, és ez fontos kiemelnem, hisz én egy emberközpontú vállalkozást viszek, és nem csak a vendégeim, hanem a kollégáim, a partnereimnek is mindenféleképpen azt kell tudniuk, hogy a Tom & Diet, a Tom & Lifestyle Kft. Mellettük áll, és ezt az üzleti modellt nem szerettem volna meg. Bontani. Új szerződés, január 1-től új szerződésben működünk az összes franchise partnerünkkel, de megmaradnak a szalonok, és elérhetők a személyes konzultációk is. Viszont az összes terméket ebben az időben, január 1-től a webshopra is tereljük, ott pedig online konzultáció, illetve olyan edukációs mini spotokat, felhívásokat készítünk, ami nem megy abba az irányba, hogy webshopon bármit is el szeretnénk adni, vagy az a minőség visszaesés, amitől bevallom őszintén, hogy én az elejétől félek a mai napig, hisz én tudom, hogy a kollégáim és az edukáció mennyire fontos egy ilyen helyzetben.
Arról nem beszélve, hogy az elmúlt 7 évben olyan szakemberek és olyan emberek csatlakoztak a céghez, akiknek a szakmai tudásukat úgy illesztettük be a cégünk működésébe, amivel nem csak egy prémium terméket, egy prémium kategóriás terméket, jó minőségű alapanyagok, Franciaországban gyártatott termék, olyan összetétel, olyan bővített portfólióval rendelkező céget építettem fel, amivel mi el tudjuk magyarázni, hogy mit miért és hogyan kell egy életmódváltó programban elindulni. Amikor ez a úgymond hibrid megoldást kitaláltuk, akkor egy win-win helyzetet szerettem volna kialakítani, mint pedig a partnereim részére és a vendégeim, vásárlóim részére. Nagyon sokszor jött az a visszajelzés számunkra, hogy a Covid annyira megváltoztatta az emberek vásárlási szokásait, hogy szinte az addigi életüknek a 20-30%-át átváltotta a vásárlási szokás, online térbe terelte őket, mindent megrendelnek és házhoz szállítják, és hogy a Thomann termékeket is nagyon szeretnék minél hamarabb otthon tudni. Probléma volt a parkolás, az időpont egyeztetés, tehát olyan problémákra ad választ és lehetőséget az online térbe helyezése ennek a terméknek, ami biztosan siker. Hogyan fogjuk megtámogatni a vendégeinket, akik most találkoznak a Thomann Diet termékekkel online térben, most vásárolják meg az első terméket a webshopon, hogy kapják meg az ő kérdésükre a válaszokat? Fontos, hogy erre is úgy készültünk, hogy olyan szakembereket próbálunk olyan tudással kommunikálni, illetve előremutatóan elmondani, hogy miről is szól, hogy néz ki az egész folyamat. Az alapillér még mindig ott van. Mindenkinek ajánljuk, hogy menjenek el személyesen, hisz ez egy döntés, az életedről szól, az egészséges, tudatos táplálkozásról, biztos, hogy lesznek kérdések. Hogyan készülünk fel erre? Az online térben. Mindenféle olyan mini edukációs oktatóanyagokkal, tapasztalatokkal, olyan anyagokkal, amit az elmúlt 7 évben több mint 15 ezer ember osztott meg velünk. A Thomann Diet termékeket több mint 15 ezer ember vette igénybe az elmúlt 7 évben. Azt mondhatni, hogy egy stabil brand, egy jó minőségű alapanyag, és a szolgáltatást most egy kicsit áthelyezzük az online térbe. Az online tér számunkra nem boszorkányság. Folyamatosan tanulunk, folyamatosan figyelem én is, hogy ezt a piacot hogy lehet úgy lefedni, hogy a minőségnek a kárára ne menjen. Nagyon sok rossz példát látok az online térben, nagyon sok jó példát, és most olyan ügynökségekkel és szakemberekkel dolgozunk együtt, akikkel eddig nem vettük fel a kapcsolatot, hisz tudatosan két kézzel fogtuk vissza a termékeket az online térből. Ez a digitalizáció és ez a változás, ez bevallom őszintén, hisz az én cégem számomra egy harmadik gyerekként kezelendő dolog. Ez egy kicsit, úgy érzem most, hogy az óvodából az iskolába lépünk. Olyan piacot fogunk lefedni, egy olyan üzleti modellt alakítunk ki, ami egy olyan szolgáltatással van egybekötve, ami a minőségi romlást nem okoz. Így fogunk kilépni az exportpiacra. 3 külföldi export szalonunk működik most jelenleg, őket is folyamatosan edukáljuk, folyamatosan átadjuk azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit most akár próbaverziókban végzünk. Elkezdtem megtanulni, hogy is működik egy igazi webshop, hogy működik a hirdetés, hogy tudjuk ezeket mérni. Ez bevallom őszintén sokkal több olyan információ, ami nekem is egy olyan tanulási folyamat, amivel most szembenézek, de szerencsére olyan csapatom van, aki tökéletesen megadja a válaszokat erre a váltásra. Az exportpiac hibrid megoldása is előkészületekben van. Minden olyan terméket, minden olyan üzleti modellt, amit külföldre viszünk, először Magyarországon tesztelünk, úgyhogy az első negyed évben meg fogjuk nézni, hogy működik Magyarországon. Ezzel a regisztrált 15 ezer emberrel, hisz azt tudni kell, hogy nálunk nem csak adatok az emberek. Nálunk ezzel a személyes konzultációval olyan alapinformációkat tudunk, hogy mikor diétázott, mennyit fogyott, mi a kedvenc íze, mit sportol, milyen szokásai vannak. Ezt most berakjuk egy olyan rendszerbe,
feldolgozzuk, és egy személyre szabottabb kommunikációval keressük meg őket, hogy az online térben is elérhető a tomándejet. Ez nagyon sok embernek könnyítés, megkönnyebbíti a vásárlást, az időt, spórol ezzel tényleg nagyon sok mindent. Viszont látom és visszajelzésekből tudom, hogy olyan vendégeink is vannak, akik ragaszkodnak a konzulenseinkhez. Bevallom őszintén, ez nagyon jól esik a cégnek, illetve jól esik nekem is, mert ez azt jelenti, hogy az elmúlt 7 év, hogy mi nem léptünk online térben, mi a konkurenciával nem versenyeztünk az online térben, ad egy olyan biztosítékot, egy olyan tudást, egy olyan tapasztalatot erről a piacról, amivel sokkal könnyebben vesszük ezt az akadályt. A Thomann Lifestyle Kft. Nem egy-két éves cég szeretne lenni. Nem a webshop a fő értékesítési csatornánk, ha bár ezt a lépést, illetve ezt majd 23 év végén tudom biztosan állítani, de hiszem azt, hogy a tudást, a személyre szabottságot igénylik az emberek. Úgyhogy a hibrid megoldás mellett döntöttem, és azt gondolom, hogy egy működés, egy brand felépítésének stabilizálása ezt mindenféleképpen igényli. A Thomann-dejet pedig fontosnak tartja, hogy a vendégeinknek az információ, a tudás átadása, a folyamatos kontroll, az olyan lépések döntése, akár egy bevásárlólista, akár egy sportválasztás, akár egy betegség megoldása, hiszem, hogy ez emberfaktor, és fontos a személyre szabottság. Egy kicsit a hibrid működésről szeretnék csak pár percben beszélni még. Ez egy új szerződést foglal majd magában. Eddig egy klasszik franchise hálózatban, franchise szerződéssel működtünk, ami egy hosszú távú együttműködés. Mind a két oldalról vannak kötelezettségek, de amúgy egy nagyon emberközpontú és nagyon partneri együttműködés. Jelenleg nem csak az online tér, a digitalizáció kihívásaival szembesült a Thomann Lifestyle Kft., a háborúval, alapanyaghiánnyal és gazdasági válsággal. Erre mindenféleképpen egy olyan szerződést szerettünk volna a partnereinknek nyújtani, amivel biztosítjuk azt, hogy nem egy hosszú távú elkötelezettség az, amit mi szeretnénk, hanem a jövőre tekintettel egy hosszú távú együttműködés. Úgyhogy egy egyéves szerződésekre rövidítettük le ezeket a szerződéseket. Kikötöttünk olyan pontokat, amikben ők úgy érezték, hogy nem tudnak megfelelni. Kötelező nyitvatartás, kötelező raktárkészlettartás, stb. Tehát voltak olyan kötöttségek, amikben engedtünk egy kicsit. Persze ennek a megoldása mindenféleképpen a webshop, hisz hogyha nem egy állandó nyitvatartásra rendelkezik egy bolt, akkor a vendégeknek van alternatívájuk, és rámehetnek a webshopra. Eddig ez nem volt. Eddig kötelezően nyitva kellett lenni a boltoknak, illetve okleveles konzulenseknek kellett várniuk a Thomann Dejetbe érkező vendégeket. Úgyhogy én abban hiszek, hogy a digitalizációt egy ilyen elavult rendszerbe, egy ilyen elavult működésben, amiben én hiszek, és bevallom őszintén, hogy remélem egy nap visszajön teljesen az, hogy én tudok annyira személyre szabottan értékesíteni, hogy ez minden embernek, aki a Thomann Dejetet igénybe veszi, jó lesz. De most ezt a világot éljük, most ezekkel a problémákkal kell megküzdenünk, nem csak nekem, hanem szinte minden vállalkozásnak az országban. Most mérünk, az első negyed évben mindenféleképpen olyan adatokat szeretnénk ebből a változtatásból, ebből a hibrid módból lemérni, amivel tovább tudjuk stabilizálni a Thomann brand működését, érthetőségét és minőségét. Igazából az online tér kialakítása, ugye eddig is volt weboldalunk, egy minimálisan működő webshop felületünk, ezeket megtámogatjuk most jelenleg, azon dolgozunk az ügynökségeinkkel, illetve a szakembereinkkel, a csapatunkkal, hogy ez a váltás gyorsan és egyszerűen működjön. A régi vendégeinket is behúzzuk ebbe a webshop értékesítési láncba, egy hírlevéllel, egy információval, és azokból az adatokból, amit az elmúlt 7 évben mi gyűjtöttünk, abból pedig egy személyre szabott ajánlatot tudjunk nekik adni. Én azt gondolom, mint a Thomann Lifestyle Kft. Tulajdonosa és vezetője, hogy az emberközpontúságot nem lehet
eltörölni, és nem szabad. A digitalizáció, a válság, a gazdasági válság, a háború, az alapanyaghiány, és még sorolhatnám, nehézség. Minden cég vezetőnek szembe kell ezzel nézni. De azt gondolom, hogy ezeket a nehézségeket, akadályokat úgy kell venni, hogy a minőség és a személyre szabottság ne sérüljön. A csapatom és én azon dolgozunk az elmúlt fél évben már, hogy ezt a váltást úgy tudjuk meglépni, hogy a vendégeinknek olyan szolgáltatást nyújtsunk, amivel megkönnyebbítjük az életüket, amivel olyan lehetőséget adunk, amivel eddig még nem élt az én cégem. Úgyhogy digitalizációra fel, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tudtam pár tippet adni. Sziasztok!